Évi 7-8 ezer új mellrákos eset, amelyek közül nagyjából minden ötödik végződik halállal. Megdöbbentő számok, amelyekről évről évre csak októberben beszélünk. Most van ugyanis a betegség elleni küzdelem hónapja. A rendszeres szűrés fontosságára azonban nem csak ilyenkor kell felhívni a figyelmet. Hogy mi állhat a kór hátterében és kik a különösen veszélyeztetettek, arról is szó lesz a következő bő fél órában. Ez a 35 perc. Jó estét kívánok! Dohánypiac, javában tart a betakarítás, és már a felvásárlás is megkezdődött. Megújuló vasútállomások, a megyében is több település érintett. Küzdelem a mellrák ellen, a kórral szembeni harcra hívják fel októberben a figyelmet. A szokott időben szeptemberben elkezdődött az idei dohánytermés felvásárlása. Az időjárás ebben az évben nem nehezítette meg jelentősen a gazdák dolgát, de egyes ültetvényeken nagyobb viharkárok is keletkeztek. Az eddig felvásárolt dohány alapján a minőség elfogadható ebben a szezonban. A részletekről a MADOSZ idén megválasztott új elnökét kérdezem. Köszöntöm a stúdióban Kenyeres Sándort. Köszönjük, valami jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Talán kevesen tudják, de ez a megye jelentős dohánytermesztő megyének számít az országban. A dohánytermés hány százaléka kerül ki innen országosan? Országosan Szabolcs megyében koncentrálódik a dohánytermesztés 80-85 százaléka pillanatnyilag. Kétféle levélfajtát termesztenek ma Magyarországon, a mesterséges szárítású Virginia dohányt és a természetes szárítású Burley dohányt. És most, ahogy ön is említette, szeptemberben, illetve már augusztus végén mindkét felvásárló cég megkezdte a Virginia dohányoknak a felvásárlását. Mi az, ami már most látszik ez a termés, ez mennyiségben, minőségben, hogy alakul az eddigiekhez képest? Hát szerencsésebb évünk van, mint a 2020-as, ez kétségtelen. Az időjárás kegyesebb volt hozzánk, hiszen 2020-ban valamennyi időjárási szélsőség, ami a termés csökkenthette, bekövetkezett. A tavaly évben volt tavaszi fagykárunk, a száj volt tavasszal, majd az ültetési időszakot követően egy nagyon csapadékos időszak következett be, és jelentős belvízes területek alakultak ki, amelyek a termésben jelentős károkat okoztak, és ennek következményeként a 2020-as év szerintem az elmúlt 30 év leggyengébb termés átlagát eredményezte. Ehhez képest a 2021 ugyancsak hideg tavasszal indult. A májusunk, az ültetési időszak az kellően csapadékos volt, még helyenként talán túlságosan is, ami valamelyest gátolta az ültetéseket, tehát nehezebb volt rámenni a talajokra. Viszont kedvezett az eredésnek, tehát a palánták megfogadásának nagyon kedvező volt. Ezt követte egy júniusi szárazabb időjárás, majd júliusban ismét csapadékosabb időjárás következett. Ez befolyásolt az érést, egy ilyen 10 nappal, 2 héttel megcsúszott az érés folyamata. Ezáltal a betakarítás is ennyit csúszott, de azt mondható el, hogy egy jó termés, egy jó közepes termés várható az idén, bár a hétvége ezt befolyásolta egy picit, hiszen szombat reggelre a megye egy része talajmenti fagyokat szenvedett el, és ebben a dohányültetvények is sérültek, tehát elpusztult nagyon mennyiségű termés. Mind a kétféle dohányfajtára igaz, amit elmondott, vagy van, amelyik sikeresebb lett az idén? Hát a Burley sikeresebb lett, hiszen a Burleynek a betakarítását szeptember közepén, szeptember végén befejezik. A Burley esetében ebből kifolyólag, mivel a fagyok inkább októberben jelentkeznek, ezért ott a termés teljes mennyiségét sikerült betakarítani. A Virginia esetében, mivel később kezdődött a betakarítás, és itt ugye a szárítási folyamat ciklikusan működik, tehát egy hetes ciklus kell egy szárítókannának a megszárításához, így ez megcsúszott, és még jelentős termésmennyiség volt kint a szombati nap alkalmával, és még zajlanak a felmérések, hogy milyen kárt jelent ez, vagy milyen kármértéket eredményez majd ez. Erre pillanatnyilag még nincsenek konkrét számaink. Hogy alakulnak a felvásárlási árak? Hát a felvásárlók folyamatosan évről évre növelik a felvásárlási áraikat. Most a Virginia dohány ára egy picit magasabb, a Burley egy kicsit alacsonyabb, ez azt jelenti, hogy,
hogy az árképzés egy kicsit komplex, hiszen mindkét felvásárló cég, amelyik jelen van a piacon, egy bizonyos mennyiség felett, hektáranként bizonyos mennyiségtől prémiumot fizet, ezzel is ösztönözve a termesztést, ezt mindkét levél fajtában megteszi, és ezért törekednek is a termelők, hogy minél több dohányt termeljenek ebből kifőleg. Mennyire kiszámítható ez az ágazat? Ugye, mint minden mezőgazdasági ágazat, azért ki van téve az időjárás viszontagságainak, bizonytalanságainak. Hogyan tudják ezt akár a támogatásokkal valahogy kisimítani, ezt a kiszámíthatatlanságot? Hát ezt ugye magát az időjárási körülményekre ugye nem tudunk felkészülni, tehát ezzel nem tudunk mit kezdeni, nyilván talán az aszály az öntözés révén ugye egy picit kompenzálható, de jégeső egyéb káreseményekkel igazából nem tudunk védekezni. Ebből kifolyólag nyilván, ha a termés sérül, akkor ez a felvásárolt mennyiség utáni összeget befolyásolja. A támogatásoknak azonban más feltétele van, tehát illetve részben maga a szerződött mennyiség értékesítése az egyik feltétel. A másik két feltétel az a foglalkoztatás és az árbevételi korlát. Ha ezeket a termelők elérik, akkor elvileg jogosultak a támogatásra. És hát működik a Viszmajor rendszer, amelyben, hogyha kárt szenved az ültetvény, akkor ezt a kárt be tudja jelenteni a termelő, és a kormányhivatal kivizsgálja, és akkor ennek függvényében a termelő hozzájuthat a támogatáshoz. Így talán a bevételei meg lesznek ahhoz, hogy ne zárja veszteségesen az adott évet. Mennyire tudnak uniós forrásokhoz jutni a dohánytermesztő gazdák? Ez igazából nem lehetséges, tehát az uniós támogatások azok az ágazatban megszűntek. Itt igazából a nemzeti kormányok kezében van visszaadva a lehetőség, hogy támogassák az ágazatot, és a magyar kormány ilyen tekintetben támogatja az ágazatot, látva az ágazatnak a foglalkoztatási szintjét, hiszen a dohány egy kézimunkaigényes növény, nagyon-nagyon magas foglalkoztatási óraszámban mögötte, és ahogy mondtam is, ez elvárás is a termelőkkel szemben, hogy legalább 500 órát foglalkoztassanak hektáronként. Ez a foglalkoztatási szint azonban magasabb, levélfajtától függően 700 és 1000 munkaóra, és ezzel a támogatással mondhatjuk azt gyakorlatilag, hogy foglalkoztatási támogatás, úgy gondolom, hogy óriási segítséget nyújt az ágazatnak. És könnyű vagy nehéz munkaerőt találni a mezőgazdasági munkák? Hát azt mondom, hogy nem könnyű. Itt elsősorban azt gondolom, hogy a munkaerő minősége az, ami fontos kérdés számunkra, hiszen a dohánytörésnek is megvannak azok a szakmai szabályai, mi az az éretlevél, melyik az az éretlevél, amit le kell törni, és ahhoz, hogy ezt megfelelő teljesítménnyel tudja elvégezni a dolgozó, ahhoz kellő gyakorlat, kellő tudás nem árt, tehát mindenféleképpen kell ahhoz. És ez nyilván kihat az eredményességre is, hiszen a teljesítmény meghatározza onnantól kezdve azt, hogy a kifizetett munkabér hogy van arányban ezzel a munkával, úgyhogy meghatározó. Azzal kezdtük, hogy Szabolcs megye jelentős dohánytermelő megye az országban. Hány családnak ad megélhetést, és hogyan alakul ez az utóbbi években? Mert azért lehet olyan híreket hallani, hogy egyre többen hagynak fel ezzel a tevékenységgel. Mi úgy látjuk, hogy a számok alapján egy 12-13 ezer ember megélhetését biztosítja ez az ágazat jelenleg. Valóban igaz, hogy folyamatosan csökken a dohánytermesztés az országban. Jelenleg az idei számok azt mutatják, hogy 3100 hektár dohányterület van ma Magyarországon, tehát ebben az évben 3100 hektár a termőterület. És hát a csökkenés oka az sokrétű összetett dolog. Talán az egyik legfontosabb az, hogy kiöregedik az ágazatban a termelői kör. Azt látjuk, hogy a fiatalság nem a mezőgazdaságban és nem a dohánytermesztésben látja a jövőjét. Valamikor régen működött a családon belüli tovább hagyományozódás a termesztésnek, ez ma már nem jellemző.
És ami nehézséget okoz, az az, hogy az új belépők számára, tehát akik szeretnének dohánnyal foglalkozni, de korábban nem foglalkoztak, nincsen meg a hozzá szükséges eszközparkjuk, és így nehéz, hiszen nagyon komoly beruházást kell elvégezniük ahhoz, hogy be tudjanak lépni az ágazatba. Arról nem beszélve, hogy a termesztés, tehát a támogatáshoz való hozzájutás, az kvóták alapján működik, tehát kvótát is kell vásárolni a termelőnek, aki be akar lépni, és mindezeket összeadva ez egy olyan komoly befektetés, aminek a megtérülési ideje nyilván egy hosszabb. Tehát így nehéz ebben az ágazatban egy a nulláról hirtelen belépni és rentábilisan termelni. Innen nézve, hogy látja a dohányágazat jövőjét? Hát vannak nehézségeink. Nagyon szeretném, hogyha, mint új elnök, stabilizálni tudnánk a termesztést, tehát megszűnne ez a folyamatos csökkenés. Nyilván szükségünk lesz újabb forrásokra, hiszen azt látjuk, hogy a munkabérek emelkednek évről évre nagyon jelentősen, az input anyagok ára is komolyan emelkedik, és hát most október 1-től az energiáremelés is nagyon komoly megoldandó feladat elé állította a dohánytermelőket, vagy mondhatom azt, hogy megoldhatatlan feladat elé, hiszen a gázára 2,5-szeres, 3-szoros ára növekedett, az elektromos áram is szintén duplázódott, és ez azt jelenti, hogy a mesterséges szállítású dohányoknál, tehát a Virginia dohányoknál olyan mértékű költségemelkedés következett be, amit egyszerűen nem lehet kigazdálkodni. Tehát nem könnyű, és közben ugye munkaerővel is nehezebb tehát a munkaerővel is nagyon komolyan kell számolni, hogy egyre kevesebb lesz, így ezeket a problémákat, hogy hogyan tudjuk megoldani, hát mindent meg kell tennünk, hogy valami eredményt elérjünk. Reméljük, hogy a legközelebbi találkozásunkon már erről is be tudunk számolni. Kenyeres Sándor, köszönjük szépen, hogy beszámolt mindezekről nekünk. Én köszönöm. Köszönöm. Több vasútállomás is megújul a megyében, illetve lesz, ahol teljesen új épül, vagy fedett kerékpártárolóval bővül a Magyar Falu program keretében. Az egyik érintett település a megyénkbeli Nyírbogát, ahol más közlekedést érintő beruházás is zajlik. Október végére készülhet el a belterületi kerékpárút, amely a Nyírgelse és a Nyírbátor felé vezető külterületi részt, valamint a Máriapócs felé haladó turisztikai kerékpárutat köti majd össze. Elárvult állomás épület Nyírbogát határában, a váróteremben a falakon és a padlón kívül semmi nem maradt. A mellette lévő illemhely sincs jobb állapotban, még ajtaja sincs a helyiségnek. Hamarosan azonban egy teljesen új épület fogadhatja az utasokat. Ez több évtizedes problémát orvosolhat. A Magyar Falu program keretében nyílik erre lehetőség. Mi üdvözöljük a MÁV ZRT-nek ezt a törekvését, és a magyar államnak azt az odafigyelését, amivel a kis településeket ilyen formán is támogatja. Látható, hogy mennyire elhanyagolt állapotban és rossz állapotban vannak a kis települések vasút megállóhelyei. Az önkormányzat saját erőből, önerőből próbálta a környezetét rendbe tenni, és magát a vasútállomást is, de arra sajnos anyagi forrásunk nincs, hogy újjáépítsük önerőből a megálló helyeket. A MÁV ZRT megkeresett bennünket, és önkormányzatunk mindenben partner, és támogatja ezt a szándékát a MÁV ZRT-nek. Tudomásunk szerint egy új, zárt megállóhely építésére kerülhet sor a Magyar Falu program keretében, előtte egy nyitott, fedett váróval, ami el lesz látva a kor követelményeinek és kihívásainak megfelelően, wifivel, vagyonvédelemmel, és természetesen mellette egy zárt, fedett kerékpártároló megépítésére is sor kerül. Reményeink szerint ez a új megépülő vasút állomás kiszolgálja az innen induló és ideérkező utasokat, és bízunk abban, hogy mind az utasok, mind az ideérkezők és mind a település lakossága megbecsüli ezt az új építést. A megújuló, illetve új épületekben dinamikus utastájékoztató rendszert is kiépítenek, és a digitális eszközök töltésére is lehetőség lesz.
A környezetrendezés, a felesleges helyiségek, épületek hasznosítása, valamint az új állomásépületek színvilágának és külső dekorálásának tervezésében pedig az önkormányzatok véleményét is kikérik. Háromkocsis személyvonat érkezik Debrecen felől, senki nem száll fel rá, rögtön indul is tovább Fehérgyarmatra. A reggeli és késő délutáni órákban forgalmasabb az állomás, sok utas véli úgy, szükség van az állomás és környezetének rendbetételére. Segítség az utasoknak, mert többet is járnának ide, hogyha ilyen rendben lenne, mint volt is rendben, de 30 éve semmi. Se WC, semmi. Hát mondtam is, hogy nem lehet leszállni a vonatról. Buszos a vonat, bocsánat, úgyhogy nem tudok mit mondani erre. Én nagyon szépnek volt, mikor itt gyerekek voltunk, felnőttünk. Érdemes volt kijönni az állomásra, mindig meg gyönyörű volt. A miniszterelnökség a MÁV és az önkormányzatok együttműködésével megvalósuló fejlesztésre 2 milliárd forint jut a folyamatosan bővülő falu program keretében. A cél, hogy a nagyvárosoktól távolabb eső térségekben élők is hasonló minőségű szolgáltatást kapjanak a vasútállomásokon, mint a fővonalakon vagy a budapesti elővárosban utazók. A magyar fóprogramot kapuk a falba kívják, és azokat a programelemeket szoktuk beépíteni a magyar fóprogramba, amelyet a kis településen élő emberek, kis települések polgármesterei, vezetői jeleznek felénk, mint életszerű igényt. És ez nyilvánvalóan már a program indulásától kezdve tisztázott volt, hogy közlekedés fejlesztésekkel foglalkoznunk kell, hiszen a falvak lemaradásának, leszakadásának, a falusi népességszám csökkenésnek az egyik legfontosabb oka, hogy közlekedési nehézségekkel küzdenek a falvakban élők, ha csak a szomszéd faluba akarnak átmenni, vagy éppenséggel egy járásközpontba, vagy a megyeszékhelyre ügyet intézni, vagy napi szinten bejárni, dolgozni. És itt tovább. A Magyar Államvasutak javaslata alapján szakmai alapon választottuk ki a helyszíneket, aminek az az oka, hogy elsősorban azokat a szárnyvonalakat szerettük volna fejleszteni, illetve azokon a szárnyvonalakon szerettük volna fejleszteni, amelyet egyébként használnak a falvakban élő emberek, vagy használnának, de leromlott állapotban van az infrastruktúra, a vasútállomás épületek, illetve ezeknek a környezete, és így aztán a MÁV javaslata alapján került kiválasztása az a kb. 250-260 helyszín, ahol beavatkozik a MÁV. Egyébként egészen konkrétan 13 esetben teljes vasútállomás épület rekonstrukció történik meg, 11 kis településen teljesen új állomásépület épül, és 229 olyan vasútállomás van, ahol kisebb léptékű infrastruktúrális beruházás zajlik, mint például utasvárók létesítése, vagy felújítása, vagy szeret biciklitárolók, mosdók fejlesztése, vagy peronok felújítása éppenséggel. A megyében a Vajon-Róhody állomás épülete és környezete újul meg, Nyírbogát mellett pedig Bashalmon és Kisvarsányban épül teljesen új állomásépület. De maradjunk most Nyírbogátnál, más közlekedést érintő beruházás is folyamatban van, ugyanis a településen. Nagyon veszélyes kerékpárral haladni a 471-es főúton, ezért épül most mellette kerékpárút. Ennek a logikája az, hogy van egy a 471-es főútvonal mellett megy. A térség országgyűlési képviselője azt mondja, a 471-es mentén élők biztonságosabb közlekedése érdekében épül minden érintett településen kerékpárút. 2015-ben kezdtük a térségben a 471-es főút mellett építeni a kerékpárutakat Nyiradony, Nyírbátor, Nyírmeggyes között a külterületi szakaszokon. Felsorolnám pontosabban Nyiradony, Nyírmihályi, Nyírgersen, Nyírbogát, Nyírbátor, Nyírcsászári és Nyírmeggyes között. Ezt azért mondom, mert a belterületi szakaszok építése az most történik ezen településeken. Tehát ilyen formán reményeink szerint Debrecentől egészen Szatmárnémetig egybefüggő kerékpáruton lehet majd eljutni, ha a belterületi szakaszok megépülnek. A belterületi szakaszok építése nagyon fontos ilyen tekintetben. A 471-es főútvonal keskeny sávokkal rendelkezik, és ha még egy kerékpáros is felmegy az úttestre, akkor irtózatos balesetveszély áll fenn, főleg a kamionok
közlekednek a kerékpárosok mellett. És ilyen formán elkerülhetetlen a belterületi szakaszok építése. Ezt a területfejlesztési operatív program jóvoltából tesszük meg Nyírmihálydiban, Nyírgersén. Most épül a kerékpárút itt Nyírbogáton, elkészült Nyírbátorban a belterületi kerékpárutak hálózatosítása. Nyírcsászáriban felújítottuk a belterületi kerékpárutat. Ilyen formán azt kell, hogy mondjam, hogy a 471-es mellett a választókerületben egybefüggő kerékpárút hálózattal rendelkezünk a 471-es főútvonal mellett. Villanyoszlopokat kellett áthelyezni, és a szükséges közműkiváltásokat is el kellett végezni az építkezés előtt. A belterületi szakasz mintegy 600 millió forintból készül. A településen élők szerint már nagy szükség volt a kerékpárútra. Napi szinten veszem igénybe a kerékpárutat, nagyon jónak találom, nagyon jó megoldás volt, hogy ezt létre tudták hozni, nagyon biztonságos, örülünk neki nagyon. Emlékei szerint voltak azért itt balesetek, ami kerékpárosokat érintettek, és esetleg elkerülhetők lettek volna, hogyha van kerékpárút? Persze, természetesen mindig akadnak balesetek, de reméljük, hogy ezek majd ezzel a kerékpárút megépítésével majd ezek kiküszöbölhetőek lesznek. Nyírbogáton október végére fejeződhet be a belterületi szakasz megépítése, amely összeköti a Nyírgyelse és a Nyírbátor felé haladó külterületi szakaszokat, valamint a Mária Pócs felé induló turisztikai kerékpárutat. Október 1-én volt a mellrák elleni küzdelem világnapja, de egész hónapban a kórral szembeni harcra és a szűrések fontosságára hívják fel a figyelmet. Hazánkban a második helyen áll a nőknél az emlőrák a daganatos megbetegedések között. Évente 7-8 ezer esetet diagnosztizálnak körükben. A betegség ráadásul nem is csak a nőket érinti. Köszöntöm a stúdióban dr. Erfán Józsefet, a József András Kórház onkoradiológiai osztályának vezető főorvosát. Jó estét kívánok! Köszönöm, jó estét kívánok! Mi az, amivel kiérdemelte a mellrák ezt a különleges figyelmet, hogy egy egész hónapot szentelnek a szűrés fontosságára való figyelemfelhívásnak, hiszen sokféle daganatos betegség létezik? Hát igen, de talán nem. Az emlőrák az annyira egy feltűnő és egy annyira a nőiességre ható elváltozás, és a nőt egy beteget annyira melbevágó megbetegedés, és ugyanakkor egy nagyon jól kezelhető daganat. Tehát magyarul azt szoktuk mondani onkológusok körébe, hogy olyan, mint az állatorvosi ló. Gyakorlatilag nagyon jó, szépen lehet operálni, nagyon jól lehet sugárkezelni, egy részét nagyon lehet hormonterápiában, nagyon jó target kezelések vannak, nagyon jó kemoterápiák vannak, tehát nagyon sok eredményt lehet, és jó eredményt lehet elérni. Mondhatjuk, hogy már nem is nagyon lenne szabad ebbe belehalni, vagy azért ott még hát nem tartunk? Hát azt még egy kicsit korán lenne így kimondani, de efelé haladunk. Efelé haladunk, tehát ma már nem illene négyes stádiumot, tehát áttétes emlőrákba, vagy helyileg előre haladott emlőrákokat diagnosztizálni. Tehát, hogy ne akkor forduljon orvoshoz az illető, amikor már elég előre haladott a betegség. Hogy állunk itt megyei szinten az emlődaganatok számával? Ugye, ami adat itt elhangzott, ez országos, Ez országos adat. Körülbelül 150-200 körül van évente az új beteg, de a halálozás csak mármint az emlőrákba, ez olyan 20-25 körül van. Itt azért pontosítani kell a számokat, tehát nyilván, hogy az adott naptári évben hány újat diagnosztizálnak, ez eddig érthető. Nyilván, hogy akik azt mondjuk, hogy meghaltak ebbe a betegségben, nem ebből az évbe állapot. Nem ugyanazok közül kerülnek ki, akiket korábban diagnosztizáltak, világos. Az újonnan diagnosztizáltaknak hány százaléka az, aki már előre haladott állapotban van? Sajnos még mindig 10% fölött van, vagy akörül mozog. Mennyivel romlik az esélye annak, aki ilyen késői stádiumban kerül? Akit első stádiumban diagnosztizálunk, annak általában a tisztított 5 éves túlélése 90% fölött mozog.
ezt a tisztítottat úgy kell értelmezni, nyilván, hogyha valakinek 88 éves korában állapítunk meg egy emlőrákot, és meghal 4 év múlva egyéb megbetegedésbe, akkor azt tudom mondani, hogy igen, meghalt, de hát nem az alapbetegség, nem a daganatos alapbetegségébe. Ez az 5 év nem azt jelenti, hogy 5 évet lehet élni, és 5 év után gyógyultnak, vagy mit tudom én, minek nevezik. Nem. Hanem az 5 év az egy olyan első, olyan jelentősebb időintervallum, amikor le lehet mérni, hogy A kezelésnek, B kezeléssel szemben van előnye, ha van előnye, mekkora, és miért ezt kell alkalmazni, és nem a másikat. De a 10 éves túlélése is az egyes stádiumnak 80% fölött mozog. Ugyanez már 4-es stádiumban 50, illetve 30. Tehát magyarul, és sokszor néhány hónap, vagy néhány, vagy egy év telik el, hogy valakiből 1-es, vagy 4-es stádium legyen. De gondolom a daganat típusától is függ, hogy mennyire rapid pontosan, tehát ezért fejlődése. Nagyon nehéz, amikor egy emlőrákról kérdeznek, nagyon nehéz úgy nyilatkozni, mert ugyanez egy gyűjtőnévfogalom, de mi körülbelül, a szakma körülbelül olyan 15-20 fajta emlődaganatot különböztetnek meg. Van, akinél ugyanabban a stádiumban elég egy műtét, sugár és egy gyógyszeres kezelés, tablettás kezelés. Valakinél meg ugyanilyen stádium, ugyanolyan korral muszáj vagyunk agresszív kemoterápiát, vagy célterápiát adni, mert nem csak a stádiumtól függ, hanem hogy az adott daganat milyen biológiai tulajdonságokkal, genetikai tulajdonságokkal rendelkezik. És ez már nem a jövő, ez a jelen, amikor úgynevezett egyénre szabott kezelést. Az egyénre szabott kezelés 2 dolgot takar. Egy, nyilván hány éves és milyen általános állapotú beteg, mert másképp kell kezelni egy 40, és másképp egy 80 éves hölgyet. 2, milyen genetikai kóddal rendelkezik az adott daganat, és nekem arra kell, azt a daganatot kell kezelni. Az, hogy milyen típusú a daganat, az kizárólag genetikai, genetika függő? Genetika függő. Abban nem tudunk befolyásolni. Kik a különösen veszélyeztetettek? Ki az, akinek bárki feltétlenül oda kell? Gondolom, mondani, a családi halmozódás azért igen, számít. És csak a női vonal. Tehát, hogyha valakinek a családjába, és most az édesanyját, édesanyjának a nőtestvéreit, nagymamák, stb. Tehát a női vonal az érdekes. De ez azért sántít, mert általában olyan 1-2 vonalra tudunk visszamenni, visszaemlékezni. Egy, és ne felejtsük el, hogy még egy 50-60 évvel azelőtt egy tüdőgyulladásban az betegeknek az 50%-a meghalt. Az antibiotikum éjjel megjelenése előtt. Tehát genetikailag vitte a kódot, de belehalt másba. Mennyire sikerül lebontani azt a hiedelmet, ami mondjuk 20-30 évvel ezelőtt még teljesen jogos volt, hogy akinek egy daganatos diagnózisa volt, az gyakorlatilag halálos ítéletként fogta ezt fel. Ma már azért ön is említette, hogy olyan széles skálája áll rendelkezésre a gyógykezeléseknek, és annyira jó eredményeket lehet elérni. Még mindig ott van a fejekben ez a nem megyek orvoshoz, mert nem akarom tudni, hogy mi van. Meg el fognak bocsátani a munkahelyemről, meg mi lesz a családdal, stb. Én erre azt szoktam mondani, hogy minél korábban megy egy beteg, és korábban diagnosztizálják, kevesebb kezeléssel ússza meg. Magyarul nem fog annyit kiesni a munkából, pontosan, mint amennyire gondol. Pontosan. Mennyire fájdalmasak ezek a kezelések, mert a másik, amitől félnek az emberek, az, hogy szenvedéssel jár. Én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy igen, a kemoterápiák borzasztóak. De sokkal borzasztóbb, hogyha majd áttétes daganattal küzd, és mozgásképtelen gondozást igényel. Tehát ha egy képzeleti mérlegbe teszek, akkor azt hiszem a kezelék okozta mellékhatások, például a haj elvesztése, ami nem veszélyes, mert senki nem hal bele. És nem is hiúsági kérdés, hanem az, hogy akkor látszik, hogy beteg vagyok. Addig egy nő... Mint egy stigma. Pontosan. Tehát nem mindenki az, hogy ó, hát engem a haj nem érdekel. Ez a legrosszabb mondat, amit ilyenkor el lehet mondani. Tehát amikor a környezete azt mondja, hogy engem nem érdekel. De az illetőt érdekli. De megint ugye azt mondjuk, hogy akkor tegyük bele egy képzeleti mérlegbe az egyikébe az életét és az élet minőségét, és a másikban a haját, ami utána kinő.
addig meg vannak gyönyörű parókák. Tudom, nem cinizmus, de át kell fészelni. Ez kommunikáció kérdése is. Mennyire tekintik fontos feladatnak az orvosok a megelőzésről nem beszélhetünk, de a szűrésre való felhívást, tehát hogy ezeken a programokon az orvosok mennyire aktívak? Alfa és omegája. Tehát amennyire engedi, és ahol lehet, például itt is azt mondom, hogy szűrni, és legkésőbb gyanúra elmenni orvosra. Például most látjuk, hogy a Covid helyzet miatt, hogy lezárások voltak, látjuk ennek a visszacsapását, nem csak mi, szerte a világon, hogy megugrott. Sokan nem mentek el még akkor vagy sem. Vagy nem volt hova elmenni. Uh-huh. Tehát részben nem mentek el, részben nem volt hova elmenni. És ezt látjuk ennek a hátrányát, és erről most már nemzetközi cikkek vannak, hogy igenis a Covidnak van egy ilyen vetülete is, hogy... A kezeletlen betegségek. A kezeletlen, vagy későn felfedezett betegek. Egy dologról fontos lenne még beszélnünk, amit az elején említettünk, hogy nem csak nőket érint. Igen, 1/10 ez az arány, férfiaknál is van. Ráadásul férfiaknál nagyon hamar ránő a mellkasfalra, mert hát nincs emlő. Tehát azonnal ránő a mellkasfalra, tehát a férfi emlőrákok rosszabb prognózisok, éppen ezért, mert hamarabb érik el azokat a nagyereket, amin átétet adhatnak. Ráadásul nincs is olyan szűrőprogram, mint a nőknél. Igen, tehát, és nem is gondolnak rá. Tehát ezért a férfi daganatok általában eléggé későn kerülnek felfedezésre. Dr. Erfán József, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszélünk. Én is köszönöm, hogy lehetőségem volt. Kedves nézőink, legközelebb hétfőn jövünk újabb témákkal itt a 35 percben, addig is vigyázzanak magukra, és nézzék más műsorainkat is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!